Igen. El kell ismernünk, hogy szűkebbek a lehetőségeink, hiszen az általános felfogás szerint a fővárosban és a nagyobb városokban összpontosulnak azok a szolgáltatások, melyek mindennapi anyagi, szellemi, kulturális igényünket kielégítik. Ezernél Huber Éva vidéki nők napján arról beszélt, bár a vidéken élő nők lehetőségei szűkebbek, akár a munkaerőpiacot, akár a kultúrát nézzük, mégis elégedettebb életet élhetnek, mint azok, akik városokban laknak. Hiszen csodálatos dolgokat élhetünk meg minden napjainkban. Mert mikor felkelünk, akkor láthatjuk a hajnal ragyogó fényeit, a horizonton felkelő napot, és miközben reggelit készítünk a családunknak, hallgathatjuk a madarak vidám énekét. Napközben, ha csendre vágyunk, csak egy ugrásnyira van tőlünk a nyugalom szigete. Lehet ez az otthonunk, a kertünk, vagy éppen a holtárunk sima vízünk. És mikor beesteledik és körbenézünk, újabb csodák várnak ránk. Csak egy-két lépést kell tennünk, és megmutathatjuk gyermekeinknek, unokáinknak, a kerülkoldat, a tejutat, a sziporkázó csillagokat, a világ mindensége. Nekem ezt jelenti vidéki nőnek lenni. Battyáni Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke előadásában azt emelte ki, hogy a nőkben rejlő lehetőségek kiaknázatlansága gazdasági hátrányhoz vezet, ezért tenni kell azért, hogy nőjön a foglalkoztatottságuk, amihez szerinte jó oktatás szükséges. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése pedig egy következő problémakör, amivel sok nő küzd manapság, tette hozzá. Egyszerre több dologra tudunk figyelni, sajnos ezért túlvállaljuk magunkat. És mint például kihívások, tehát pont ez, hogy a munka és a karrier és a család, tehát hogy ez az egyensúly, ez hogy lehet. Akkor nem beszélve arról, hogy a család, itt is többször el is jött, hogy az édesanyának feladata a kicsaládos, tehát hogy a gyermekei, meg a férje, meg a kis család, de közben a szülőkkel is ő foglalkozik. Nagyon fontos, hogy erősítsük, hogy igenis, hogy milyen értékeik vannak, mert kicsit néha az ember annyira benne van a saját életében, hogy kell egy másik szem, ami megmondja neki, hogy te nem látod, hogy milyen kincs van a kezedben, tehát ilyen dolog. És most itt nem az van, hogy észt szeretnénk osztani, hanem mutassuk meg a jó példákat, a helyi hölgyeket, mint például itt is baba kiállítás van, meg még van ilyen kis ékszer készítés, nem beszélve arról, hogy ez is ilyen környezetvédelem, meg fenntarthatóság, hogy ez mennyire fontos. A különböző generációk együttműködése jelentheti a megoldást a nők túlterheltségére. Lényegében erről beszélt egy fiatalokat és idősebbeket megkérdező kutatást idézve Fűrész Tünde. Azt láttuk, hogy mindkét generáció kifejezetten számít a másikra, kifejezetten fontos, hogy amikor egy családban kisgyermek születik, amikor egy fiatal pár elkezdi a közös életét, akkor számíthassanak a szülőkre, a nagyszülőkre. A vidéki nőknek meghatározó szerepe van abban, hogy a vidék megtartó ereje az tovább növekedjen. Azt gondolom, hogy a mindennapi életben a vidéki nők nagyon kitesznek magukért, és nagyon sokat tesznek nem csak a munkában, hanem elsősorban a családok összetartása érdekében. És talán azt is elmondhatjuk, hogy itt vidéken sokkal erősebb a generációk közötti összetartás. Látható, hogy a különféle korosztályok jobban tudnak számítani egymásra akkor, amikor egy helyen élnek, és akár egy utcában, egy településen élik az életüket. A vidéki nők nemzetközi napját 2008 óta ünneplik világszerte. Ezen a napon azok a nők előtt tisztelgünk, akik kulcsszerepet játszanak az élelmiszerbiztonság, megélhetés, a háztartások és a közösségek fenntartásában.